Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime Japan Critics. Majd adásunkban ismételt egy eléggé érdekes, illetve kissé komikus történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Karakai Jozu no Takagi-san, mely műfaj tekintve a romantikus komédia, dráma és a vígjáték kategóriákba tartozik. Maga a történetünk legelőször Yamamoto Soichiro tollából jelent meg, aki 2013 óta 5 széria formájában már 47 kötetnyi mangát publikált. Ám ezt követően az anime is megjelent. Akaki Hiroaki rendező, valamint a forgatókönyvírók Yokote Michiko, Machida Touko, Tsubota Fumi, Fukuda Hiroko, Itami Aki és Kato Kanichi révén, akik 2018 és 22 között összesen 3 évad formájában 36 részt, egy ovát, valamint egy 73 perces nagy filmet publikáltak. Történetünk két fiatal középiskolás diák nem mindennapi komédiáját meséli el, akik már régóta ismerik egymást. Azonban fiú és lány mi voltuk ellenére leginkább a kapcsolatuk baráti jellegű, amely többségében abból áll, hogy a fiút Nishikatát lányosztálytársa Takagi napi szinten szereti ugratni. Habár a fiút látszólag ez nagyon is zavarja, és folyamatosan keresi a visszavágás lehetőségét, de nem egyszer látva Takagi odaadó és törődő oldalát, mindig megenyhül és keresi a társaságát. Ám az idő előre haladtával, valamint az utolsó középiskolás nyár elérkezésével hamar rá kell jönniük, hogy a kapcsolatuk soha többé nem lehet már baráti. És hogy reménytelenül a szíveik egymáséi lettek, amelyre csupán csak egy vallomás tehet pecsétet. Összességében egy közepes képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot és drámai elemet is tartalmazott. Szintén érdekes volt eleinte a humor, amely későbbiekben viszont egyre laposabbá vált. Ám a történet változása rendkívül pozitív fejlemény volt, szemben viszont a különféle mellékszereplők, a főszereplőkhöz történő hozzácsatolásának a hiányával, amely alapján, hogyha értékelnem kéne, akkor a történet csupán csak 10/4-es besorolást kapna tőlem. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!